A Művészet mindenkié címmel tartottak terápiás jellegű művészeti délutánt a Rimaszombathoz közeli Bátkában, ahol az élményfestés hangulatos, meghitt baráti körben festőművész és pszichológus irányításával zajlott. A cél az alkotás és a saját művészeti stílus megtalálása, kialakítása, önkifejezése. A terápiás művészeti délutánt a Magyarországról érkező, bár gömöri gyökerekkel rendelkező Szűcs Judit festőművész pedagógus, valamint a szintén magyarországi Ficere Melinda pszichológus irányították. Nekem a festés, tehát ebben a mai rohanó világban a festés az a bázispont, vagy az a hely, ahol ki tudom magam fejezni, el tudok lazulni, megpihentet, és egy kicsit megállít. Tehát megállít a mai világunkba, mert rohanunk, dolgozunk, eléggé felgyorsult világban élünk, és azt gondolom, hogy maga a művészet az most nagyon fontos és hasznos nekünk. Ugyanúgy a zenének a művészete, a képzőművészet, a testnek a művészete, a sport. Tehát kell egy olyan kikapcsolódási lehetőség, ahol egy picit ki tudunk kapcsolódni, megpihenni. Ez az élményfestés valóban élmény, önbizalom erősítő, kreativitást segítő, önfejlesztő művészeti óra, amelyre előzetes rajztudás és gyakorlat nélkül bárki vállalkozhat. A terápiás művészeti jelleggel zajló élményfestésen 6-8 fős csoportok, barátok, kollégák, ismerősök vesznek részt, így garantált a családias légkör. Bátkában első alkalommal szervezték meg az akrilfestés technikájával való élményfestést, bár nagyon nagy volt az előzetes érdeklődés, ezért a közeljövőben biztos lesz folytatása is az önfejlesztő művészeti délutánnak. Iszonyatosan sok a stresszünk, rengeteg olyan probléma van, amit meg kell nap mint nap oldani. És maga a festészet, ha terápiásan nézzük, akkor gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy jobb agyféltekével zajlik. És a jobb agyféltekénk az, aki azért felelős, hogy meglássuk a szépet, hogy értékeljük ezt a szépet, hogy hallgassuk a zenét, hogy lássuk a színeket. És gyakorlatilag ebben a három órában, amiben itt az alkotások megszületnek, a jobb agyféltekét használjuk folyamatosan. És ebben a jobb agyféltekében kialakul bennünk egy olyan egyensúlyi állapot, amikor egy kicsit a balt arrébb tesszük, ugye tudjuk azt, hogy a bal az agyfélteke, ami igazándiból a racionális döntéseket irányítja, és valójában ebben a három órában megéljük ezt a vizualitást, ezt a gyönyörűséget, ezt a szépséget. És terápiás szempontból, ha nagyon le akarjuk szűkíteni, akkor pont ez a lényege, hogy igazándiból a stresszt tudjuk oldani, hogy ki tudjunk lépni ebből a taposómalomból, hogy könnyebbé váljon a probléma megoldó képességünk, illetve azért még azt is hozzátenném, hogy maga ez a művészet, a festészet, meg a jobb agyfélteke nagyon-nagyon sokat segít abban, hogy az önbizalmunk, az önértékelésünk is megerősödjön, és innentől kezdve igazándiból ez a lényege és ez a célja ennek a művészetterápiás jellegű foglalkozásnak. Én teljesen kezdő vagyok. Most először próbálok festményt festeni, még soha életemben ilyennel eddig nem foglalkoztam. Ez nekem nagyon tetszett, több szempontból is. Mivel ha csoportban dolgozunk, akkor annak azért van egy kis ereje, csoportnak van dinamikája, motiválónak hatunk egymásra. Nem utolsó sorban közösségépítő ereje is van egy ilyen foglalkozásnak. A foglalkozás során, amelynek témája az utazás volt, egy 30x40-es akrilfestmény megfestésére került sor, amelyhez mindenki annyi segítséget kapott, amennyire csak szüksége volt annak érdekében, hogy egy csodálatos saját festménnyel és jó élményekkel távozzon.